Szóval iskolába bejöttem, hogy angol szavakat nem ismertem. Magyarul. Csak magyarul beszéltünk otthon, nem kaptunk vacsorát, kivéve ha magyarul kértük. De eddig nyertünk díjakat, Dubajban a legjobb színész kapta, meg a Norbi, meg a többi filmfesztiválokban kaptunk meg ilyen a legjobb script, vagy a legérdekesebb rövid thriller. De éven, amikor dolgoztam egy étteremben, akkor valaki jött hozzám, és elkezdett piszkálni engem, hogy milyen hozzátartozni egy halat, halat kultúrához, akiknek nincsen is országjuk. És mondom, hogy mi? És akkor kiderült, hogy a múlt társa ukrajni volt, és éven volt az a harag, és ő mondta, hogy a magyarok kész, semmit. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. A mai vendégünk Körmendi Zsolt, nagy-nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban nálunk. Azért nagyon jó, hogy eljöttél, mert nem az első vagy, de a többedik, aki itt Amerikában született, és mégis beszél magyarul. Ennek nagyon örülök, hogy elfogadod a meghívásunkat. Egyébként a Péter most nem tudott itt lenni, ezért a Judit kezeli a technikát, de ő nem szeretné magát mutatni. Csak valamit mondjál, hogy egy-egy, kettes? Kettes. Jó, kettes kaptunk. És a Zsolt meg itt van velünk, aki egy életvidám fiatal ember, és tök jó, hogy itt vagy. Szia! Szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért minden kérdésemet érteni fogod, és érteni fogod, amit én beszélek, mert te nem Magyarországon születél, te itt Amerikában. Ez igaz. Kennebunk, Maine-ben születtem. És a keleti részén egy tengerparti kisváros. Aha, és a szüleid valamikor kijöttek, és akkor te hát már itt... kijöttek. Jó, de hogy esetleg a nagyapád, vagy valaki... Nem, mindkét szüleim. Apukám, anyukám, mindkét... külön kijöttek, és itt Amerikában megismerkedtek. 60-as években jöttek ki, és ilyen 80-as évesekben költöztek Maine-be. És ott születtem. Összeismerkedtek, összeházasodtak, és akkor... Összeismertek, ilyen magyar társasági újság hirdetésen keresztül, mert itt az apukám Cleveland, Ohio-ba költözött, az anyukám pedig Newark, New Jersey-ben volt. És akkor ilyen magyar társaság. És abban az időben volt ilyen újság, ahol lehetett ismerkedni, partnerkeresés? Elvileg igen. De mekkora? Mert most már könnyű, ugye vannak applikáció, telefonon beírod, hogy ez is ez, vagy innen jöttél, keresel valakit, és akkor megvan. Igen. Akkor a magyar társaságok elvileg tartózkodtak így, hogy Cleveland, Ohio-ban volt egy tánc ház, és akkor elutaztak máshova, és hogy így újságon keresztül. Az apukámnak más házassága volt, és akkor ez keresztül keresett egy másik feleséget. Aki De jó, hatalmas. Körbetáncolták Amerikát. Ez New England-et. Igen. És te tudsz táncolni? Bármilyen? Szalszázok, még bacsátozok, még ilyen zúk tánc. Ez egy brazíliai tánc. Azt kezdtem Taiwanon tanulni. Ja, az így. Igen, mert említetted, hogy te 35 országban voltál, ugye? Eddig 35. Az kemény. És hol voltál legtovább? Melyik országban? Magyarország, még Taiwan. Igen? Ez a két országon belül voltam 3 éve. Mindkét országon belül. Melyik volt szimpatikusabb? Jó, nem kell válaszolni, csak hülyéskedek. Gondolom Magyarországon az értek élmények. Igen. Amikről csak hallottál valamikor, nem? És akkor tényleg látod ott a nagy valós. Budapesten voltál, vagy hol? Budapesten voltam legtöbb időt. Most a szüleimek visszaköltöztek Vácra. Szóval ott most, ha visszajárok, akkor oda költözök, vagy oda belátom. Az egy gyönyörű hely, és amikor Vácon leszel, és a Dunapartra kimész, átnézel a másik oldalra, nem? Rosszul mondom? Rosszul mondom, mert ugyanis az ő szülei nem Vácon élnek, hanem mindig éltek, de hanem... nem is éltek, hanem oda Zebegényben. Zebegény. És én még ott soha nem voltam Zebegényben, Vácon már voltam, Vácot, így szokták mondani. Ott egyszer-kétszer lehettem, Zebegényben nem, de ami fotókat láttam Zebegényről, hát ez teljesen Svájc. Tehát ez a hihetetlen, ez tiszta zöld, ugye ott a Duna, semmi más nem akarhatsz. Nem. És gondolom apudék is ezért gondolták, hogy akkor hazamennek oda. Kerestek Budapesten először, de aztán rájöttek, hogy a Dunakanyar, meg a Zebegény, meg a Kismaros, meg a
Nagymaros. Nagymaros, meg a másik Szob. Gödöl? Az olyan furcsa áthallásos városnév egyik, ilyen falu név, hogy Szob. Én mindig máshogy értettem. Kérdeztem, hogy mama, hol voltatok? Hát bementünk Szobba vásárolni, és én mindig csak így először csak kukolt, igen. Szóval csak ott találtak egy ház, aki kinéz a Dunapartra. Uh-huh. Mert a Maine-ben, ahol éltünk, az is így, az apukám mérnök, szóval nagyon kéz, tehetséges, és felépítette azt a házat. És ezt szomorúan hagytak el, de azért vissza akartak költözni Magyarországra, ahol van az apukámnak több családja, meg barátja. Uh-huh. És akkor ezt a házat találtak, de ez elég lepukkant volt. Szóval de ez ilyen mert a Juditéknál, a Juditéki az ilyen régi sváb ház volt, ez a klasszikus. Ez klasszikus magyar ház. Igen? Mint egy mesekönyves. Nem mondod. Ha megnézned, a falak most sárgák, a Vác régi kastélyvárhoz, a falokhoz, a városnak a fala van a házhoz beépítve. Nem mondod, akkor ez ilyen múzeális értékű igen. ház lehet. Mielőtt lehetett felépíteni, akkor be kellett neki hívni ilyen múzeum emberek, ilyen okos emberek, akik levizsgázták, nézték az építkezést, hogy ne legyen ott valamilyen értékes kincs. Igen, hát ilyen feltárási övezet, hogy hívják az ilyet? Nem tudom. Régészet? Régészeti szempontból nagyon fontosak ezek a... Régész, és akkor igen. oda költözted, de jó. Uh-huh. És akkor te oda jársz hozzá, lyuk haza. Uh-huh. És ott is felvettem az első filmem. Most januárban forgattam egy filmet, és a ház úgy van kiépítve, hogy minden szoba egy teljesen más ház, mert az egyik nagyon öreg, most már van egy felfrissított, és akkor építés alatt, és akkor uh-huh. egy helyszínen lehetett felvenni három különböző szoba. De ki csinálta a filmet? Én írtam, én forgattam, én... Hát figyelj, a legolcsó megoldás, nem? És a legjobb ezek szerint. Ki volt a főszereplő? Te? Nem én voltam, hanem Nyutali Norbi volt a főszerep, mert ez volt az első filmem, szóval ez túl sok teher volt, hogy aha. legyek, meg egy kicsit szerény voltam, hogy ne legyek én a főszereplőn, és mindenki miattam legyenek ott. Én csak írtam, meg kitaláltam, hogy mi legyen a sztori, és kerestünk egy kamarás, aki bejött, vagy hogy mondjam, operatőr, igen, meg egy hangmérnök, és akkor mi ketten voltunk a főszereplők, és akkor behívtunk még egy másik színésznő, még egy kis lány, aki szerepelt benne. Uh-huh, de jó. Miről szól a film? Csak így vonalakban. Két rendőr van, a Norbi lejátszik egy magyar rendőr, én pedig egy amerikai magyar, aki oda visszaköltözött, én vagyok a boldog optimista, uh-huh. és ő pedig a depressziós pessimista. És ez a valóság eddig, igen? és akkor volt neki a depresszió miatt alkoholista, meg kábítószerezett, és a háttérben érezte, hogy van egy fekete alak, aki árnyékként követi, és akkor elkezdtek bunyózni, én lejátszottam azt az árnyékos alakat, de ez egy kis spoiler, szóval bocsánat, ha akarod aha, nézni, aha. és akkor a végén kiderül, hogy nem akarom a többit és ezt hol lehet megnézni? YouTube-on? YouTube-on még fesztiválokon jár, szóval még nem hivatalosan adtam ki. Aha. De eddig nyertünk díjakat, Dubajban a legjobb színész kapta, meg a Norbi, meg a többi filmfesztiválokban kaptunk meg ilyen a legjobb script, vagy a legérdekesebb rövid thriller. Hát apukám, hát szóval... piszok ügyes vagy, hát kiderül, hogy itt egy sztárral van dolgunk, és én meg erről nem is tudok. Ez hatalmas, ja, de jó. Óriási. A forgatókönyvet is te írtad, azt mondtad? Én írtam, uh-huh. igen. De meg jó. van egy bunyó benne, mert az is vagyok, hogy akció színész, vagy olyan, mint a kaszkadőr. Uh-huh. Kaszkadőr képzésem van is, de mostanában azt nem szabad mondani, mert mondjuk a Tom Cruise balesetek miatt. Uh-huh, uh-huh. Nem, hogy ő nem használt. Uh-huh. Nem szerették, hogy a
a színész csinálja. A színész csinálja a stuntokat. Csinálja más. Csinálja volt más. Nekünk kaszkadőr vendégünk, majd, majd mesélek, összekötlek vele. És akkor ez hatalmas vácon szülők, amikor te rájössz, van szabad időd, hazarepülsz, kifújod magad, visszajössz, és akkor belekerülsz az itteni mókuskerékbe, amiről ugye mindenki Magyarországon azt gondolja, itt New Yorkban, ó, apukám, kolbászból a kerítés, itt semmit nem kell csinálni. Ez nem így van, de... De ők ezt gondolják Magyarországon, és amikor megkérdezik, mennyi pénzt keresel, meg gondolom megkérdezték már Magyarországon, mondasz egy X számot, akkor elkezdik szorozgatni, és azt mondják, hogy apukám, hát ebből itthon Magyarországon bármikor megélsz. Csak az abban a New Yorkban élünk. És itt dollárban fizetünk mindenért. De ez a mi problémánk. És lesz még következő film? Lesz. Unconditional Love lesz ennek a címe, és ezt kezdtem írni, megvan a főszereplők, és a sztorinak a nagy része megvan. A váza az a váza, megvan. Igen, köszönöm. De a forgatókönyv az még nincs. Aha, aha, de jó, hát szupi, ügyes vagy. Szóval remélem, hogy augusztusban, amikor visszamegyek látogatóban, akkor fogjuk felvenni. Ja, mindig Magyarországon akarsz forgatni. Nem csak... Nem. Van egy közös ismerősünk, tudni kell, majd egyszer jön talán műsorba, hogyha ide ér, a Dávid, és ő állandóan mindig arról mesél, hogy otthon mit forgat, hogy forgat, meg minden. Itt, hogyha el kellene mennünk dolgozni, vagy bármit forgatni, csinálni, soha nem ér rá, meg állandóan mindig húzza a tésztát, nyújtja a tésztát, hogy majd egyszer talán vagy ráér. Elalszik. Vagy elalszik. Hányszor kívtam, hogy forgassuk le, és azt mondja, hogy bocs. Igen. Akkor vett egy ilyen konzerves dobozszerű valami kamerát, itt rá van írva, hogy vörösök, meg nem tudom, hogy mi, a rednek írták, és akkor azzal vagánykodik, de egyébként tökre nem tudja használni, de mindezt ne is mondjad neki, majd ezt mondom a telefonba. Na mindegy, szóval akkor az is Magyarországon fog történni, és de ilyenkor angol felirattal is megy? Angol felirattal megy, igen. A Norbi sajnos nem annyira beszél angolul. Vagyunk szóval. Így egy páran, igen. Igen. De ez lesz érdekes, mert az egyik színész tanár nőm, Tina Mitchell, aki most játszik a Metropolitan Operában, ő fog lejátszani az ő felesége. Szóval ő nem beszél magyarul. Ő inkább Ausztráliában született, szóval ilyen akcentussal fog szerepelni. Ausztrálról ráadásul, az a kemény. Igen. Az AC/DC-nél is egy-két olyan szövegvilág van, hogy nem is érted, hogy mit akarnak, meg hogy akarnak, teljesen más világban vannak, de hát jó messzire is vannak tőlünk. Egyébként az az érdekes, hogy most az jutott eszembe, hogy vannak ukrán barátaink, ukrán magyarok. És náluk úgy volt az egyik nagyszülő, hogy a orosz volt a nagyapa, nem orosz volt na mindegy, orosz volt a nagyapa, magyar az anyuka, és nem beszélt egyik se a másik nyelvén, de lehúztak együtt 50 évet. Na, az milyen kommunikáció lehetetni? És akkor végül is az egyik részről, egyik valamelyik megtanult valamennyire, azt hiszem magyarul, és akkor így kommunikálgattak. Ez csak ezért érdekes, hogy a feleség ausztrál. De hát mindegy, valahogy csak kommunikálnak. Más nem a szövegkönyv alapján, nem? Mint ez a korábbi film, amit felvettem, akartam játszani az angol meg a magyar kulturai különbség, meg nyelvileg. Mert ez a film felirattal volt angolul, de a szöveg is volt angolul, hogy én bejöttem, mondjuk bekopogtam az ajtón. Angolul kopogtál be, vagy magyarul? Angolul. De beköszöntem, hogy elnézést, én Nyomorék Zsolt vagyok, ahelyett, hogy mondtam nyomozó, mert akartam ilyen szójátékokkal. Ja, és azt mondom, Nyomorék Zsolt. Igen, mert ez volt az életemben, hogy magyarul beszéltem a szüleimekkel, de ilyen 1960-os, 70-es magyar szlengen. Szóval így mentem vissza először 17 évesen egy táborba, és akkor beköszöntöm mindenki, hogy jó napot kívánok, meg köszönöm szépen, és mindenki így csúfolt engem, meg ilyeneket mondom, hogy korábban meséltem, hogy húzom a lábadat, ahelyett, hogy ugartalak, vagy szivattalak, és akkor rám néztek, hogy mi van. De befogadók voltak akkor veled a magyar fiatalok? A fiatalok, igen. Csak furcsán az elején, hogy valamilyen agybetegséged van, vagy valami, de akkor kireült a focipályán, hogy csak másképpen beszéltem. De focizol? De rendes európai focit? A rendes európai focit. Már úgy érte rendes, hogy a mi szemszögünkben rendes, mert az amerikai szempontból az egy női csapatjáték. Tehát. Elég magas szinten. Itúsában, harmadik osztályban játszottam, Tájvanon bekerültem az első osztályban. Wow, ügyes vagy. A párom Indonéziában tanulta a festészetet, ott volt kint 5 évig. Bali?
Nem tudom. Bali és Jakarta. Scholarship-en kerültem ki. Elnézést, ez egy műsor, észrevettétek? Majd utána beszéltek meg a műsor után, jó? Jó, csak hülyéskedek. Na mindegy, és akkor ő mesélt nekem okay. dolgokról, meg minden. Azt is biztos észrevetted rajtam, főleg a iszonyatos magasságom miatt, én focikapus vagyok, és nagyon, nagyon európai focikapus, és kivédek bármit. Amit nem, azt nem, de nem félek a labdától, ez a lényeg. És akkor sportoznak. Kicsit beszéljünk a fiatalkorodról, itt az amerikai fiatalkorodról, jó? Bekerülsz egy suliba, ugye megkérdezik, hogy hossz, vagy Cleveland, vagy mit mondtál? Én Maine-ben születem. Maine. Uh-huh. Oda jársz általános iskolába. Általános iskolában ez volt az érdekesség, hogy ott, ha jobbra nézte, balra nem volt semmi ház, csak erdő. Uh-huh. Kis koromban nem ismerték meg, hogy külföldiek legyenek ott. Szóval iskolába bejöttem, hogy angol szavakat nem ismertem. És akkor azt hitték, hogy akkor is, hogy fejbetegségem volt, uh-huh. és akkor az a leggyengébb gyerekekhez rakták engem. Uh-huh. Lassan rájöttek, hogy akkor ez csak egy másik nyelven beszél, mert más helyeken beszélnek más nyelveken. Uh-huh. Szóval egy ideig után megtanultam az angolt. Én élveztem iskolába menni. A szüleimek azt mondták, úgy besétáltam az iskolába, mint egy pilangó. Uh-huh. Ja, bocsánat, hogy közösszük, hogy a szüleid azok magyarul beszéltek hozzá? Magyarul? Csak magyarul beszéltünk otthon, nem kaptunk vacsorát, kivéve, ha magyarul kértük. Nem mondod. Ilyen elég szigorúan neveltek. Akkor apudék akarták azt, hogy beszélj magyarul is. Persze, nézd meg a nevem, meg a többi négy testvérem van, Csaba, Zoltán, Árpád, Imre, minden. Fiúk? Fiúk. Yeah. Fiúk, még fordítatlan uh-huh. nevek. De jó, ez fontos volt nekik. Házon belül volt minden ilyen csempész, meg ilyen a csempész az más, azok alkoholt meg cigit. De magyar csempész. Ja. Ugye? De nem baj, figyelj, valamiből élni kellett, én megértem. Nem. Apukám Bounty Hunter volt, tudod, fejeket felrakták. Ja, igen. Cserép, vagy ilyen cserép, magyar igen. cserépek, magyar asztalterítők, meg de jó. Ja, ilyen magyaros kiegészítők voltak igen, otthon. Igen, mm-hmm. igen, de jó. Meg az illat, mondjuk hazahoztam barátokat, akkor érezték, hogy ez mi? Paprika, uh-huh. meg a igen. zsír, meg a kolbász, igen. meg ilyeneket. Hát igen, ez olyan, mint amikor indiaihoz elmész vendégségbe, ott is egyből vágod ezt a körös szagot, amitől én gyakorlatilag állandóan orrcsipet tudnék használni, de ő meg imádja, tehát meg nagyon sokan szeretik azt a fajta kaját. És akkor ilyen közegben fölnőttél. Te sólyod is beszélnek magyarul? Igen. Én mondanám, hogy én már a legjobbat, mert én a több magyarokkal vagyok, mint a többi tesók. Az öcsém 7 éve élt Magyarországon, tehát csak a magyar barátnőjével élt, és elég magányos. Mondjuk a többi testvéreim elég introvált emberek, szóval nem szoktak sokat beszélgetni. Igen, de tartjátok a kapcsolatot minden? Ja, IT-sok? Igen. Hát akkor nem magyaráz meg is. Nem IT-sek, de mérnökök, meg szeretnek videójátékhoz. Aha. Meg de apud milyen mérnök volt? Építész villamos. Villamos mérnök? Mm. Uh-huh. És a többi tesód az milyen mérnök? A Csaba, ő is villamos, az Árpád ilyen biotechnikus, uh-huh. biotechnológiai mérnök, az öcsém pedig építész uh-huh. mérnök. Uh-huh. Építész mérnök. Civil engineer. Építész mérnök, yeah. ja. És akkor csak te lettél ilyen színész, ilyen vándorszínész. A hosszabb mese Zoltán, az egy tesó, akivel még nem találkoztam, házasságtörés miatt, ő hegedős Brazíliában. Ja, hegedű művész? Mm-hmm. Wow, az jó. Ja, meg az Brazilian Orchestra-nak játszott. Ő volt a fő az, hegedős, szóval elég híres. Hát az főleg a braziloknál bekerülsz mm-hmm. fehérként, nem brazilként bármilyen zenekarba, hiszen ők is alap, tehát megszületnek és már játszanak valamilyen hangszeren. Vagy foci. Vagy foci. és azért ott bekerülni valakinek azért fú, az nagyon nagy dolog. Yeah. Ez hatalmas. Na, neked honnan jött ez a színészet? Mert alapban ugye tudjuk róla, hogy te most végezted el, most kezded majd a színész szakmát. Én szerintem a színész szakma az akkor született, hogy Magyarországra mentem, és akkor olyan helyekre jártam, mint a Hojak cirkusz, nem tudom, hogy ezt ismertétek. Balassi intézetet jártam, meg uh-huh. erősíteni a nyelvet,
és azon a keresztül volt ilyen órák, hogy színész órák, és akkor kivittek minket színházakba. Szóval voltunk minden színházban, és nekem ki volt a Pinta Béla? Pinter Béla. Ja, láttuk az ő színdarabjukat, és akkor kivittek minket is a Hollyag cirkusz. És ez ilyen absztrakt bohócok, akik nem igazi ilyen amerikai cirkuszi bohóc, csak így lefestítik egy kicsit fehérre, de úgy abba hagyták a festést, mintha már ez elég is. Bementek a szín, ilyen érdekes, absztrakt előadásokat adtak, és akkor ebből indult, hogy nagyon szeretném. Hogy neked nagyon tetszett ez a dolog. Taiwanon voltam, akkor kezdtem el, mert ez ilyen reklámforgatásokra járni, mert azon keresztül lehet, hogy sokat keresni, meg fehér bőröm, ez ilyen értékes dolog nekik, és lehet egy így könnyen bekerülni. Az első forgatásom nem is volt angolul, hanem kínaiul. És nem mondta, hogy beszélsz kínaiul? Nem. Ez kicsit, most már igen, mert 3,5 év után. Hát sem majd, ha higgy, hogy ilyen csítam, akik a hatalak. És? Hát így jó. Csak én a keletét beszéltem meg a nyugatit. Összes kisgyereket így szoktam, mert sírnak, mert minden, kérdezek tőle, mindig beválik, sír a gyerek, és én, és mindegyik itt néz rá, és oké, ezt is kivágjuk, igen. Na, van egy különbség tényleg a fő kínai fő terepen, hogy hogyan beszélnek kínaiul, meg a taiwani. Szóval ott kezdtem el mindegy, a színészkedést. De az is érdekes egyébként, persze van varázsa, hogy fehér a bőröd, és másabb vagy, mint ők, de azért ott is rengeteg színész van. Tehát ott látom olyan előadásokat, hogy brutál. Tehát, hogy ez akár utcán látom, hogy előadnak bármit, akár színházban, ők nagyon komolyan csinálják. Nagyon, és nagyon ügyesek, csak az egy másik piac. A fehér ember az egy másik piacra jut, mondjuk a USA, Dél-Amerika, meg Európához, mindenki akarja látni ezeket. Pláne amikor el akarják adni valamit Európába, akkor kell egy fehér ember. Igen. Vagy fehér arc. Igen. Szóval én vagyok hálás, hogy volt ilyen lehetőség nekem, és akkor ezen keresztül, hogy ebből lehet keresni, meg akkor a kaszkadőr képzés, hogy atletikus vagyok, meg élveztem a meséket, vagy eladni ilyen sztorikokat, hogy azon keresztül lehetne élni, akkor ez tök jó. Tehát figyelj, fantaz. Hány éves vagy most nára? Most 35. Életem. Jövő héten 36. Hogy bírod ezt az élettartalmat? Én mondom az 57-tel. Na mindegy, te őrülsz neki. Nincs vizem, Judit, nem adtál vizet. Mindegy, most ittam volna egyet az egészségére. Ja, valakinek a büfésnek. De hát igazából akkor neked, most csak ne felejtsd, hogy melyik az enyém a jobb kezedben lévő. Az egyik segédet megkértük, aki állna idejárját. És hát nem... a csintát nem sűjt, akkor legalább. Semmi, hát tartozik 555 darab paracsintával, és most azt hitt, hogy azért jön hozzánk, hogy majd itt eszik egyet is. Bár Judittól függ, hogy eszik, vagy nem, mindegy. Meg ugye neked is ígértem. Igen, tehát ugye akkor lehúztál 5 évet, és 35 vagy, hát hihetetlen, előtted van minden, nem? Hiszen itt Amerikában, hála Istennek, tényleg nem az van, hogy ilyen szinte életkorhoz kötik, hogy mikor kezded el a pályát, a színészi pályát, hanem be tudsz robbanni akár 60 évesen is, 70 évesen is. Az iskola, ahová jártam, ott volt ilyen 65 évesű fekete srác, vagy férfi, még a legfiatalabb 18 éves, de az átlag korosztály az 25-35 között volt. És hova jártál itt? Maggie Flanagan Studio. Oda jártam. Ez ilyen nagyon közös. 23. utcán ilyen kis stúdió, csak színészekkel foglalkoznak. Tényleg? Nincs forgatás, nincs írás, ez én privát, magány stúdió. Így el is árultuk, hogy ki lehet. Hát, figyelj, kamera. Hát, újra kell felvenni? Persze, ezért mondtam, hogy vett valami kis dobozt, érted, rá van írva, hogy nem is ért hozzá, adjon a hülyeségekkel, egészségekkel. Erre így majd közben tolmácsolt, hogy miről beszélünk. És akkor ebbe a kis stúdióba jártam, és speciálisan arra készítve benneteket, hogy akár színházban is játszottok, meg akár filmekben is? Vagy nincs így kategorizálva? Ennél a stúdiónál nincs
Igen, kategória, de, igen. De ez is érdekes, hogy ez a technika, amit tanultunk, ez a Meisner technika. És a Sanford Meisner, ez magyar származású. Ő itt Amerikában született, szóval az ő technikáján keresztül akart oktatni emberek színházra. Tehát ez a technika az ugyanaz. De mi a technika? Ez milyen technika? El lehet mondani? Könnyen, magyarul. Hogy csak akkor válaszol, csak akkor csinálsz valamit, ha valaki ad neked egy impulzust. Uh-huh. Szóval én nem fogok válaszolni rá neked, ameddig látom, hogy bolintod a fejedet. Uh-huh. Akkor fogom inni a pohár víz, amikor szomjas vagyok. De nem magamtól indulok, hogy na most úgy fogom mutatni, hogy szomjas vagyok. Okay. Nem, akkor iszok, amikor rájövök, hogy uh-huh. innék. Ezt nem teljesen értem, de biztos helyre rakom majd nem adás után. Nem tudjátok bemutatni, hogy ez nem lehet. Van egy olyan szituáció, egy helyzet, de most egy fix szövegnél. Fix szöveg? Tehát, hogyha van egy írott szöveged, amit meg kellett igen. tanulnod. Ez már szakmai, technikai kérdés, de kíváncsi vagyok rá. Szerintem a nézők is, meg a hallgatók. Van egy jó tévésorozat, The Wire. És van abban egy szöveg. Az anyja Istenit, hogy beszél angolul? Én nem is értem, esküszöm. Mi van? Milyen sorozat? A drót. Na, köszi. Megvan. The Wire. Úgy van ebben a szövegben, csak azt használják, hogy lehet káromkodni? Persze. Angolul. Igen. Hogy fuck. Aha. És akkor te fogod mondani, hogy fuck, és akkor én válaszolok, hogy fuck. Uh-huh. Fuck, what the fuck, motherfucker. És ezen keresztül nincs semmi a szövegen, keresztül nincs semmi más irányítás. És ebből kell lejátszanunk, hogy ki kell találnunk, hogy majd mondjuk az első mondatot, hogy fuck. És akkor elöntök vizet. És szóval lehet, hogy arra válaszolsz, hogy fuck. És akkor én fogom válaszolni neked, hogy fuck. Te, ez tudod, miért érdekes? Mert én nem tudok szöveget tanulni. Hát nekem ilyenben kell részt venni. Igen. Hát most jöttem rá. Apukám, ez mekkora... Hát írd be szög, vagy mit csinál a szöges drót? Mi volt? Mi a sorozat címe? Drót. Ja, drót. A drót. Judit, el ne felejtsd jegyzetelni, jó? De mert mit nevez? Ne nevessé a drót. Ezt meg kell néznünk. Ez hol megy egyébként valami? Hát ez nem tudom. Hogy TV-ben, HBO, Netflix, nem HBO? Nem Netflix, ez már egy... Már nem megy a sorozat. Na mindegy, majd oké, a drót. Na, ezt nem felejtem el, ez hatalma. De YouTube-on beírod, hogy the fuck scene from The Wire, uh-huh. Ha be van kapcsolva a sensor uh-huh. követés, mint lehet, hogy más jön fel. De igazolva vagyok, hogy arra felé, igen, jó. Aha, és yeah. akkor ezt a technikát tanultál. Szóval, igen, de ez a technika az 2 éven alul lehet megtanulni. Sokan kritizálják, mert az alap, amit gyorsan elmagyaráztam neked, akkor ez gyorsan lehet megtanulni, de ez nem az egész, mert az egész technikán keresztül az olyan metaforát adják, hogy megtanulom ezt a technikát. Hát igen, figyú, egy kicsit lefordítom, igen. szerintem a józan paraszt eszembe. Akkor ez ilyen improvizációs készségedet igen. emeli, javítja, amire én ugye születtem, másnak meg kell tanulni, csak ezt így most mondom, uh-huh. és akkor hogy így tudsz improvizálni, tehát nem vagy annyira kötött akár a szövegben, meg maga a játszásban is. Biztos nem jártál tanulni? Én találtam ki. De erről van szó körülbelül? Körülbelül. És akkor hogy kell ebből belehozni az érzelmeket? Mert az is fontos, hogy az improvizáción keresztül, hogy nem mindegy, hogy ki jön az ajtón keresztül, vagy előtted ül, lehet, hogy ez egy barát, vagy egy múlt baráttársad, uh-huh. vagy aki most megölt a szüleidet, vagy elrabolt tőled egy uh-huh. rengeteg pénzt, akkor kell hozzá is valamilyen érzelmi uh-huh. szemszög. De és akkor jó. ezt is beépítettük, és akkor belejön a karakter, hogy uh-huh. Milyen akcentussal fogod lejátszani ezt a darabot, vagy van neked egy sántolsz, vagy pöszögsz, vagy valamilyen más részt kell belehozni, vagy mondjuk ilyen szerep, hogy orosz szerepet, akkor be kell hozni, hogy az oroszok nem így felveszik a bőrét, hanem másképpen. Igen. Vagy uh-huh. az olasz az gesztuálnak. És akkor ezt hogy lehet úgy beleolvadni a testedbe, hogy ez természetesen uh-huh. nézen ki. És akkor ilyen dolgokról
És fú, ez, én most kezdem érteni, de utána fogok nézni, hogy igen, ez nagyon kemény ám, mert ugye színházi technikát, meg filmes technikát, minden meg lehet tanulni, mozdulatot, a kiejtést, blabla, ugye ezt lehet tanulni, de ez máshogy közelíti meg. Aha, ügyes, ügyes. A tanárunk, aki minket oktatott, mert csak egy tanár van ott, Charlie Sandlin, ő érti jobb a filmet is. Szóval, ha tudja, hogy a diák az inkább filmre készül, vagy tévésorozatra készül, akkor abban az irányban ad vissza... Hát abban az irányban viszel téged, és az a fő iránycsapás, azt tanítja. A válasz, a kritizum. Mondjad angolul. Feedback. A feedback, aha. Azt tudod, tehát a feedback. Mindenki csak film, színházi darabokkal igen. dolgozunk, de mondjuk, ha ez a színdarab az olyan extravált, színházi extravált, akkor ebben az irányban mutatna. Igen. De ha olyan színdarabot kapott, ami filmre is fel lehetne venni, vagy a karakter, akkor abban az irányban mondanom, uh-huh. hogy nem lehet úgy sírni, hogy hanem így igen. belőle. Hát a színház vagy a nagy mozdulatokat teszünk, igen. látványosat, hangosabban beszélünk, a film az teljesen más. Ott megállunk vagy az operatőr miatt, vagy a rendező miatt, jó, most a Dávidról gondolok, de lényegtelen. Tehát, hogy hogy az teljesen más technika. És volt az iskolában, jó, nem piszkálom a Dávidot, mert nincs itt, az ilyenkor nem lehet. Volt iskolában valaki nagyon híres színész, aki ott tanult, és most híres, vagy közismert? Igen. Take Me Out, ez most volt Broadway-en, nem tudom a nevét, mert nem is személyesen meg nem ismerte uh-huh. meg, de 2 éve fejezte be, vagy 3 éve uh-huh. fejezte be ezt. És most a Broadway-en nyomul. Broadway-en, és Tony Award nominee kapott. Az igen. Ami hát az nagyon nagy. Nagyon nagy. Figyuka, és most ne beszéljünk, tehát a pénz érdekel csak igazából, csak hogy nagyságrendek, ez drága iskola? Vagy azért valamennyire kifizethető a dolgozó? Kifizető, mert... igen. Uh-huh. Kifizet. Jó, csak azért... Dolgozni kell. De tudod, azért kérdezzük mindig, meg azért beszélünk ilyen dolgokról, mert hogyha valaki néz bennünket, tételezzük fel Magyarországon, egy fiatal srác, vagy csajci, és arra gondol, hogy fú, ez tök jó, őt izgatná, akkor hogy van-e esélye arra? De hogyha ki lehet fizetni, tehát hogy mégse egy egetrengető összeg, tehát nem 40-60 ezer dollár egy fél év, uh-huh. akkor lehet, hogy azt mondja, fú, ez engem tökre érdekel. Lehetne kifizetni, csak az meg ösztöndíj is van, és ha külföldről jössz, akkor lehet kérni vízumot is, hogy ezt tudod folytatni. Csak az a baj mellette, hogy kell keresni kifizető szállást, meg ha szeretném mellette más csinálni, akkor munkát is kell szerezni. Ezt mind összehozni, mert csak hogy lehet vízumot keresni, ha az összes órákat veszed föl, ami 25 óra kb. Hetente. 25 órák? Uh-huh. Személyes, hogy ott oda ott jársz. Kell lenned. Ott kell uh-huh. lenni, és ezt nem fogod be, hogy mennyit gyakorolsz mellette, meg mennyit időt tart neked megtanulni a szöveget, meg kitalálni, hogy mit fogsz uh-huh. belehozni. Mert lehet, hogy 20 percet fogsz dolgozni egy órán, de ahhoz, hogy ezt a 20 percet jó minőséggel lejátszod, akkor másfél-három órát kell vele foglalkozni. Jó. És ez a tanár, ez elég szigorú, meg magas szinten akarja, hogy a diákok menjenek el az iskolától. Meg ez nem ilyen university vagy kollégium, hanem ez egy saját privát magányóra, ahol tréningeznek a színészek. És akkor, hogyha te oda mész most egy színház, jó napot kívánok, én ebben az iskolában tanultam, akkor elfogadják? Tehát elfogadják, de ez most lépek bele ebben a világba, szóval ez nem annyira fontos, csak tudják, hogy van neked tréning. Uh-huh. Az a fontos, hogy de ez lehet, hogy az ajtón keresztül segít neked bemenni, de nem fog megszervezni a munkát. Uh-huh, mert uh-huh. van, akik a Juilliardhoz jártak, meg van MFA, meg ilyeneket, amit befejeztek 4 éve alatt, meg csomó pénzt fektettek bele. De a végén az attól függ, hogy a rendező, meg a casting, igen. a rendező, hogy meg az... Pont téged kerestek, vagy nem. Engemet keresnek, uh-huh. vagy nem. Igen. Uh-huh. És akkor basszat az, hogy hova jártál. Tehát. Szóval ami híresebb az a mi stúdiónkhoz, az érzelmileg a háttéri karakterek, a színészek, ezzel sokkal többet tudunk adni, mint egy MFA-es uh-huh. diák, akik technikailag, vagy Angliában jönnek, technikailag érdekesebb mutatványukat tudnak lejátszani, de nem annyira
karakteresen. Karakteres, nincs igen, meg az az érzelmi, igen, ez a íze. Nincs az a finom íze. Igen. Én teljesen értem, mit mondasz, és el is tudlak képzelni, például mondjuk nekem a egyik kedvenc film, a Szerelmes Shakespeare, és brutál módon, tehát fú, én nagyon értettem. Annyira jó volt, és annyira jó volt a srác benne, akinek szintén nem tudom a nevét, de nekem az a film a best, ez egyik best, tehát az első ötben benne van. És valószínűleg ő is valami hasonló stúdióba járatott suliba. Egyébként meg ugye az angolok nagyon erősek, tehát színpadon a színészek durvák, tehát brutál. Annyira látszódik, ha nézünk itt is egy darabot, vagy bármit, és egy angol szereplő van benne, hogy fú, szinte lemossa a többit. Igen. Tehát és valószínű azért, mert lehet, hogy van egy ilyen hasonló, arra is járt egy magyar, és megtanította ezt a technikát. Ezt csak így hülyéskedtem, mondtam. És anyudék mit szólnak hozzá, hogy a kisfilm, hát színész. A kisfilm után már nagyon támogatnak. Igen? Az elete elfogadták. De az ezért, mert én 10 éve körbe jártam a világot, 36 országot belejárni, az már idővel fogok tölteni. De hogy az egyszerűen jött, hogy akkor te körbe mész? Nem, mindig. A szüleimek attól, hogy állandóan visszajártunk Magyarországra, meg az apukám együtt elmentünk táborozni, ő is nagyon szeretett utazni. Ő ilyen cégnek dolgozott Izraelben, hogy oda visszajárt többször, és akkor elmesélte ilyen dolgokat, meg a National Geographic újságokat, vagy magazinokat olvastam. Szóval mindig volt bennem a Jules Verne meséket, meg a, most derült ki, hogy a Leo, meg a Oroszlán, hogy hívják? Oroszlán király? Nem. Az a rajzfilm. Leo, mondjad angolul. Nem tudom, ez a magyar sorozat. Milyen? Ezt itt most Leo szület. És... Micsoda? Leo és Fred. Oh, yeah. Van ilyen sorozat? Leo és Fred. Volt nekünk ilyen neked film. Neked volt? Nem. Hát a mi magyar... Ez te írod. De a mi időben még csak Süsű a sárkány volt. Tehát ezzel meg a gyaloggalom. Tehát ezzel ki... Szóval ilyen meséken keresztül... Kíváncsi voltam, hogy milyen, hogy élnek máshol, mert attól, hogy én is magyar voltam, ezt elmagyarázni mindenkinek, hogy a Zsolt az egy magyar név, és hol van Magyarország, nem, ez egy ország, nem csak egy kultúra. Múlt éven, amikor dolgoztam egy étteremben, akkor valaki jött hozzám, és elkezdett piszkálni engem, hogy milyen hozzátartozni egy halat, halat kultúrához, akiknek nincsen is országjuk. Mi? És akkor kiderült, hogy a társa, a múlt társa ukrajni volt, és Jaj. Volt az a harag, és ő mondta, hogy a magyarok semmit. Szóval ezeken keresztül akkor én voltam kíváncsi, hogy mit jelent, hogy én vagyok magyar, mi az a nyelv, milyen a zászló, milyen a kultúra, mert különböző a magyar kultúra, a lengyel, szlovák, horvát, az teljesen másik más. Keleti igen. Országokhoz képes, és honnan jöttek. Szóval ezeken keresztül mindig voltam kíváncsi, hogy mi van. De jó, és akkor így elkezdett hajtani téged, hogy akkor nézzük meg, milyen hónapban születtél? Május 24. Az mi? Ikres. Ikres? Ikres vagyok. Ikrek, aha, mert én decemberi vagyok, nyilas, de mert én imádok menni. Igen. Tehát költözni, menni, nem úgy, hogy akkor most elmenni forgatni, például nem tudom is például a G. Dávidot, de egyébként én szeretek menni, tehát hogy bennem van mindig az, hogy valóvá költözni ide-oda-amoda, bár itt most nagyon jól érzem magam New Yorkban, de én tényleg szeretek én is kipróbálni. Bár nem tudom, nekem ez a tájföldes, Indonézia, Tájván cucc, ez hogy jönne be, bár azt mondja a párom, hogy iszonyatos gyönyörű lányok vannak, nagyon jók a kaják, szinte szabad ország, hogyha van pénzed rá, akkor gyakorlatilag tényleg nagyon sok mindent megtetsz, mindenki motorral jár, mindenki hosszan jó, néha pöffentenek, mikor ráérnek, az alkohol be van tiltva, annak nem nagyon örülnék, de biztos van kiskapu, ahogy tudnék szürcsölgetni, de mindegy, egyszer megnézem, tehát muszáj lesz majd arra járnom. Szerintem muszáj. Gyönyörű, szép, tiszta a víz, pláne ha szereted a víz, tudsz húzni, szeretsz horgászni, vagy szörfözni, vagy búvárkodni.
A szörf és a figyelj. Szerintem ott vannak a legszebb partok. Azt hiszem a legszebb partig. Az is, mert a parton. Hát figyelj, én voltam az egyetlen, aki szörföztem, és így ugrottam a hullámon, tudod, ilyen 5 méter magasba, és a cápa utánam harapott, érted? És kiharapott, na jó, erről álmodok mindig egyébként. Ez csak kamu. Ez olyan, mint a döntött már. Majd elmesélem. És hogy látod magad egyébként, hogy 2-3-5 év, 10 év múlva? Hol látod magad? Oscar színpadon átveszem a díjat. Figyelj, esküszöm, most mondta, hallottad, hogy mondta az Oscart? Oscar, vagy hogy mondta? Kérdezd meg tőle még egyszer. Oscar. Oscar. Ah, amikor Angliában éltünk, akkor a kisgyerekemnek mondtam, hogy a Michael Jackson milyen jó zenét írt, hogy ez milyen jó zene, és akkor azt mondta, hogy igazából nem tudja, kiről beszélek, mert ők már akkor beszéltek angolul, és akkor mondom, hát Michael Jackson, és akkor mondja, hogy az apuci nem úgy kell mondani, és akkor elmondta, hogy kell. És igen, arra beszéltünk ma. Mondom, életem drágám, hát úgyis tudod, kiről van, szóval ez itt a két ugra-bugra. Na mindegy, ezt jól mondta, szóval ott látod magad, de ez egy jó dolog, hogy látod magad, vizuálod magadat. Én igen. De gondolom, hogy helyileg keresztel, ugye? Nem. Hát, hogy látod, nem, hol látod? Szakmailag, ja, hát ilyen akció, magas szintű filmekben szeretnék. A John Wick, ilyen akciófilmek, ezek nagyon érdekelnek. Hello, John, figyelj, ma meg egy srác hozzád, jó? Igen, Zsoltnak hívják, ne betűzzük, most úgyse érted. Ja, én szeretek mozogni, szeretek sportolni, szóval én akciófilmekben szeretnék részt venni, ahol én lehetem nem a saját stuntokat, vagy a kaszkadőri dolgokat csinálok, ami nagyon veszélyes, de én szívesen kiugrok ablakon keresztül matacra, vagy szivacsokra, ezeken nincs semmi gondom. Neked az Ákussal kell találkozni, vendégünk volt, és nem meséltem még neked. Ő mondta, hogy hát milyen filmekben szerepelt. Volt egy olyan film, hogy 4-szer fújtották bele a vízbe, és nagyon hideg volt, és tényleg majdnem belefulladt, mert ilyen akármilyen ruhát vett föl. Neoprén. De semmit nem ért, azt mondja, majdnem tényleg megfulladt, meg mutatott egy filmet, hogy úgy vették föl, hogy rákötöttek egy kötelet, és egy villanymotor megrántott a kötelet, és ő átment a falon. Na most úgy csinálták meg, hogy ugye a 2x4 az így volt, és ugye a gipszkartonon keresztül kellett átbújni, csak egy dologgal nem számoltak, hogy ő milyen gyorsan tudja fölhúzni a lábát, mert ha nem tudja fölhúzni, a 2x4 az ott marad mind a kettő, a gép meg az átránt. Tehát ő nem fog gondolni, jaj, nehogy megsérüljen az Ákoska, érted, nem az ránt. És akkor tudod, széttört a lába. Ott meg is sérült, azt hiszem. Ott egyszer megsérült, hát többször megsérült, akkor volt, hogy fölgyújtották, akkor meg volt adva, hogy az operatőr meg a rendező azt kérte, hogy nem tudom, hány másodpercig égjem, mert az úgy tökéletes, és akkor mondta a rendező, hogy még egy picit várjatok, még egy picit, és ő már kezdte érezni, hogy húha, itt most már kezd gáz lenni, és ugye a földön ott fetreng, meg minden, de lángol mindene, és az a rendező mondta, hogy na, most kezdve fölvenni, most jó, de akkor már rég volt, ami kellett volna, ilyen a kaszkadőrű, tehát nem neked kell bemutatni, hiszen gyakorlod, és most vívni is tanulsz, úgy hallottam? Vívni ilyen broadsword, meg egy kezes, olyan, mint a tengeri kalózkés, meg ilyen bot, a bowstaff. Uh-huh. Ezek a három, meg ilyen Fülöp-szigeti martial arts, Fülöp-szigeti kézharcművészet. Az egy kis kéz, meg egy bot, vagy egy hosszabb kés, meg egy kis kés. Hát ezt is látod rajta, vagy két bottos, hogy én judózok, de jó, már régóta nyári szünet van, de 2 éve, ugye, körülbelül, de lementem és csináltam egy darabig, és nagyon szerettem. Lengyelekkel voltam egyébként együtt, és ők is nagyon szeretek, a mai napig is imádnak, meg én is imádom őket, csak mondom, nyári szünet van az én részemről. És ott találkoztam egy-két ilyen fazonnal, akik csináltak ilyen, mindig elfelejtem ezt az izraeli, ez a dragma, vagy... Krav maga, igen. Azt is tanultam. És akkor van egy-két srác, és akkor nem volt ott senki, mondtam neki, hogy most csináljuk ma, hogy le akarlak szúrni, és körülbelül 11 000 másodpercet a földön voltam, úgyhogy a fülembe volt a kezem, a másik meg a lyukszínba, érted? De azt mondta, hogy ő ezt tudja, mondom, hogy Jézus anyám. És a másik, hogy az edzőnőm,
Érted? Az, mindig mondtam neki, hogy Judit, légy szíves, mutasd már meg, amikor így tudod, pörög, csavar, ugrál rajtam, és akkor végre a kezemet feszíti. Uh-huh. És tudod, addig csűrte, csavart, hogy 3 másodperc alatt körülbelül mindig a kezem az éppen. Mondom, ne feszíts tovább, mert most már érzem, hogy kipattam. Jó, ennyit maga, ezt is kivágjuk lényegtelen. Szóval a kaszkadőri dolog, és ott lesz az Oscar, ez hatalmas. Én körülbelül már olyan 10 éve vagyunk itt, olyan 9,5 éve akarok venni egy Oscar szobrot. Nem így van? Ez igazod, légy szíves, mert nekem is látod, ott vannak a filmes dolgok, én imádom a filmet, rengeteg filmben szerepelek gyártásvezetőként, vagy csak úgy alkalmi munkásként. A közös ismerősünk a GD-nél is dolgoztam, de hát semmi, tehát ki sem vagyok írva, se vagy, tehát mindegy, de hálátlan szakma ez az enyém, de én imádok a háttérben dolgozni. Az az érdekes, képzeld el, hogy amikor olyan idős voltam, mint te, akkor állandóan zenekarokban énekeltem, rádióztam, szerepeltem itt, amott, és ahogy most öregszek, így kezd visszafordulni a történet, mert kezdek szeretni a kamera mögött lenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez olyan fura, nem? Uh-huh. Hogy most egy színházban dolgozok, mint nem hangmérnök, egy ilyen operátori munkakörben, és imádom azt, hogy nem én vagyok a, tudod, a reflektorfény, hanem ott a kis sötét lyukban ott húzogatom a potmétert, és bejátszom a szelet, meg a robbanásokat, meg mit tudom, meg a zenéket. Lehet, hogy ez majd nálad is egyszer változni fog, de most egyelőre maradj, mert... Ameddig, yeah. Hát a filmfork, amit amikor elkészítettem a saját filmemet, a Beautiful Life, akkor rájöttem, hogy szeretnék az én meséimeket, vagy az én érzéseimet, az én sztorimokat is előadni. Szóval ez ad még egy értékesebb rész a színészeti élethez, hogy nem csak másnak a meséjéket, vagy oda kell formulálódni magamat valaki másnak a szerepére, hanem én tudom az én saját sztorimokat is kiadni. Szóval én szerettem azt a másik mögötti oldalat is. És akkor még utána jön ez a rengeteg munka, amikor ott ülsz a vágóasztalnál, és akkor kell... Átadom a Dávidnak. Nem mondd ki a nevét, ne futtassuk már, de ő se futtat bennünket egyik videóklipbe se, nem? Ráadásul mert nem is fizet, de mindegy, ez már teljesen másik adás, ne is menjünk ebbe az irányba. De az biztos vagyok benne, hogy egyébként nagyon jó kiállásod van, és hogy bármi a lehetőséget mi tudunk, segíteni fogunk. Köszönöm. Neked, mert fiatal vagy, rátermett, és tényleg ez, hogy mondtad ezt az improvizációs készséges sulit, meg minden, hogy ez most nagyon, szerintem mások is fölkapták a fejüket. Magyar színészek, vagy színész palánták, akik most tanulják, hogy az érdekes lehet. Érdekes, igen. És én 10 év múlva, én szeretem az európai kultúrát, meg Magyarországra is visszajárni, szóval több, én oktató is voltam, ilyen foci oktató, meg tanár, matematika, meg biokémia, mert azt tanultam egyetemen, és angolt is tanultam, szóval én bennem van az a szeretnék tanítani. Uh-huh. Szóval az is van a fejemben, hogy visszaköltözek Magyarországra, és ott is ilyen színésziskolát is folytatni. Mert az egy dolog, hogy is egyetemre jársz, és akkor van a vizsgák, meg ilyenek, és akkor nem valószínűleg csak a színészeti, vagy a művészet miatt jársz egyetemre, hanem kell ez a jegy. Uh-huh. És akkor ez egy kicsit elrontja. Most így hallottátok, hogy hallottad, hogy félfüle elejtette, hogy hát egyetemre is járt. És milyen egyetemre járt, már csak is szabad érdeklődni esetleg? Én a University of Maine-re jártam 2 éve, és biokémiát tanultam, Bachelor's of Science. Hát ez figyelj, hát az is egy hatalmas dolog. Igen. Nekem képzeld, a kémia nem, a szerves kémia nem ment, az nem tudom, hogy hívják angolul. Organic chemistry, azt hiszem. Az nekem abszolút nem ment, a maga a szerves kémiát, azt vágom, meg ezt a biológiai részét, de az a rész az nekem abszolút nem. Tehát annyira kínai, hogy fú. Jó, hát persze az alapokat, igen. Na mindegy, jó, ez is én voltam. És akkor, hát akkor figyelj, neked van diplomád is, ez fantasztikus, ja. Tök ügyes vagy. A szüleim meg voltak elég támogatóban, hogy muszáj, mert az mondjuk a diploma nélkül nem tudtam volna élni Taiwanon. Mert csak a diploma, mindegy, hogy milyen diploma lett volna, csak azon keresztül adták meg a vízumot. Uh-huh. Szóval ez egy óriási lehetőség volt, vagy ilyen jegy, hogy bekerüljek ilyen helyekre. Hihetetlen, szóval milyen házi állatod van otthon? Most. Nincs. Milyen volt? Macska. Macska? Macskás vagy? Nem kutyás? Én, amikor körbejártam a világot, akkor mindig szereztem ilyen rövid munkát, ilyen kalandmunkát. És az első munkám a biokémiai végzés után, amikor kifizettem az összes költséget, akkor kijártam Svédországba kutyahajtóként dolgozni. 44 kutyára kellett nekem vigyázni,
kölyök, 8 kölyök volt, és akkor volt a többi idősebb, volt ilyen 8 éves hülyek, és akkor hajtottuk őket. És akkor minden nap kivittem 10 vagy 12 kutyát egyszerre, szánkon álltam, és akkor itt kiment. És húztak téged? Engem, és az volt a cél, hogy megszeressem, vagy megtanuljam, hogy kell szeretni, meg rájuk vigyázni, meg velük lenni. Mert ez mindig érdekel, csak a szüleim meg nem akartak velük foglalkozni, mert elég volt nekik, hogy van otthon egy macska, amire kell vigyázni, meg költség volt azzal, és nem annyira segített a házi vadászással, szóval mindenek van, legyen a macska. Kutya az nehezebb, pláne, hogy sokat utaztunk. Szóval figyelj, akkor lassan már azt lehet mondani, hogy 35 évesen majdnem mindent kipróbáltál. Mi maradt még ki a bakancslistádról? Mit szeretnél meg? Kapcsolat, szerelem. Szerelem? Hát jön az magától. Ja. Nem? Azt mondták, de már... Én is erre vártam mindig, azt látod, mit kaptam. Te kapcsolgass már, azért fizetlek. Nem, én teljesen le vagyok sokkolódva a Zsolton, hogy ez a biokémia, és ez hogy jön össze a színészettel. Hát ismerünk mi olyan biológiai orvost, emlékszel, aki színészkedik, de ezt majd adáson kívül megbeszéljük. Tehát nem a Zsolti az első, aki elindul egy szakmán kvázi a szülők miatt, ugye megtanulja, meg kisfiam legyen egy rendes szakmát, ugye nekem is mindig ezt tolták, de ehelyett én mindig színpadon akartam lenni, rockstar akartam lenni. Még most sincs föladva egyébként, hozzáteszem, ezt látod rajtam, meg hát olyan tehetséges gitáros vagyok, hogy fantasztikus, meg énekes, és hogy tehát hogy mindig ez volt bennem. Tehát én nem akartam mérnök, nem akartam reggel 8-tól fél 5-ig dolgozni, mint a szüleim, akkor hazamennek, kis nyaraló, nagy nyaraló, vagy szomszédok, rokonok, összeülünk, minden, teljesen másban voltam mindig. Én jó fiú voltam, és én hallgattam a szüleimekre, meg fociztam, és ezt mind komolyan vettem, hogy én nekem kell 5-öst hazahozni, vagy A betűst hazahozni, jegyeket kellett nekem megbizonyítani, hogy okos voltam, meg jól tudok sportolni, a legjobb focisra akartam lenni, de ezek mindig volt a háttérben, hogy mi a biztonságos. Uh-huh. És a biokémia az egy biztonságos. Az biztos, arra mindig szükség. Irány. De volt bennem ez a művészeti kiskoromban, ott mindig jelentkeztem, mindig akartam játszani, mindig voltam ilyen kis bábukkal játszottam, ahelyett, hogy mérnökösködtem, mint a többi tesóim. Ezekkel foglalkoztam, hogy a szüleimeknek, szülinapokra csináltam, kreáltam valamit nekik, és ez volt bennem egy vidám. De ügyes vagy. És egyetem is volt ilyen színész órák, és abban is jelentkeztem, és hála Isten, azok nincsenek felvétre, tehát ez biztos nem jó, de... Biztos, hogy jó, az figyelj, erre születi, ezt kell csinálnod. Figyelj, nagy kalappal kívánok neked a elkövetkező életben. Biztos nagyon sokan kérdezni fognak majd dolgokat tőled így az adás kapcsán, és szerintem segítünk is mindenben, meg az elérhetőségeidet ideadod, és akkor azonnal tájékoztatást nyújtunk, jó? Ja. Judit, 5-ös gombot kattal nyom meg, légy szíves. Megvan, és következik az integetés. Sziasztok! Ez volt a Móka mára. Oda nézz, Zsolti, oda. Oda, kamerára. Sziasztok, bye-bye.